Vajdaság több településéről nagy számban érkeztek hívők a szertartást megelőző órákban, közülük többen személyesen is ismerik az új megyés püspököt. Azért tartottuk fontosnak, mert a Ferenc atya nálunk volt a zentai templomba, úgyhogy mi az ő hívei vagyunk, és akkor eljöttünk. Mind erősítés. Nagyon közelről ismerem az új megyés püspököt, mivel Topolyáról jöttünk, és ő Topolyán volt eddig, még ki nem nevezték kormányzónak, és hát én nagyon sokat segítkeztem neki, ottan még kereszteltünk, vagy keresztevéskor segítettem, esküvőkor segítkeztem, úgyhogy mi nagyon jól ismerjük, és nagyon örülünk neki, hogy ő vett a püspök. Valamivel 11 óra előtt megszólaltak a harangok, és elindult a bevonulási körmenet a püspöki palotából. Miután a püspökök elfoglalták a helyüket, a főszentelő a püspöki széknél megkezdte a szertartást. Vez viere, koji vas ovde povezuje u etničkoj i kulturnoj različitosti, dar je, ali i veliki zadatak. I danas se kao toliko puta kroz povijest, kako pastirima, tako i vjernicima, nameće zadaća očuvati živom vjeru i prenijeti je naraštajima u svojoj različitosti jezika i običaja. Miután Monsignor Fazekas Ferenc letette ígéretét, arcra borult az oltár előtt, a résztvevők pedig térdre ereszkedve imádkoztak. Ezt a kézrátétel követte, a főszentelő két kezét a szentelendő fejére tette, és így tett a többi jelenlévő püspök is. Majd Monsignor Kutles Edrázsán az evangéliumos könyvet kinyitotta, és a szentelendő fejére helyezte. Ezt követően szent olajjal megkenték Monsignor Fazekas Ferenc fejét, átnyújtották neki az evangéliumos könyvet, az ujjára húzták a püspöki gyűrűt, fejére tették a mitrát és átadták a pásztorbotot. Az új megyés püspök ezután foglalhatta el a püspöki széket. Végül a Szabadkai Egyházmegye 4. megyés püspöke a jelenlévő püspökök békecsókját fogadta. Az eucharisztia liturgiáját már Monsignor Fazekas Ferenc vezette. Köszöntöm kedves rokonaimat, jó barátaimat, a meghívott vendégeket, külön köszöntöm idős és beteg testvéreimet, a Jóisten áldásra kísérjen és óvjon mindannyiotokat, az Úr kegyelmével és a boldogságos Szűz Mária közben járásával legyetek derűs hirdetői Krisztus tanításának, vigyetek reményt minden emberhez. A szertartás végén az új megyés püspök a diakónusokkal az oltár előtt tiszteletadást végzett, majd körmenetben kivonult a szabadkai székesegyházból. A püspök szentelést teljes egészében vasárnap 11 óra 25 perctől és hétfőn 21 órától tűzi műsorára a Pannon Televízió.